és amelyet Mária Terézia vívott, ezért az 56-63-ig a 7 éves háborúban. A 7 éves háború legnagyobb magyar hősének, Hadik Andrásnak a lovaszobrát gondolom mindenki ismeri, aki sétált már itt a budai várban. A szigollatok előtt a környékbeli egyetemek hallgatói kabbalából megszokták simogatni a lónak egy bizonyos testrészét egy réges-régi diákbabon alapján, amely szerint a, hogy is mondjam csak szóval, hogy a lóherének nem csak a négy levelű változata hoz szerencsét. És közben ezek a diákok azt nem is tudják, hogy a ló gazdája, ez a Fes huszártábornok 2,5 évszázaddal ezelőtt elfoglalta Berlint. Nem hallottak róla? Elmesélem, elképesztő a történet, a 18. század második felében már bocsánat, de így volt, ezen röhögött egész Európa. Tudni kell, hogy ez a Csallóközi kisnemes ragyogó karriert futott be a császári hadseregben, 37 évesen már tábornok volt. És az európai méretű 7 éves háborúban, amikor a sziléziai hadszintéren állomásozott, megtudta, hogy a porosz uralkodó a távoli francia fronton tartózkodik, magára hagyva a fővárost. No, erre Hadik András kapta magát, meg a 4320 huszárját, és elindult, hogy elfoglalja Berlint. 450 kilométert tettek meg 6 nap alatt, úgyhogy nappal elbújtak, és csak éjszakánként haladtak, ráadásul a gyalogosokat a huszárok megültette a lóra. 1757. október 16-án megérkeztek Berlin kapuja elé, és Hadik azonnal követet küldött a városba, 300 ezer talér hadisarcot követelve. A városi tanács komolytalannak tartotta a követelést, és kapásból visszautasította. Mire Hadik mérges lett, a tüzérséggel szétlövette a városkaput, a huszárok fergeteges rohammal beviharzottak Berlinbe, és az 5500 fős helyőrséget fogyulejtették, majd most már kétszer akkora sarcot követeltek. A város vezetői már látták, hogy ez nem vicc, mindent megígértek, és elkezdték összegyűjteni a hatalmas összeget. Az otthon maradt királyné meg a magyarok lovagiasságára appellálva könyörgött, hogy kíméljék meg a város lakosságát, szóval kezdett a dolognak amolyan kalandozásokkori hangulata lenni, amikor híre jött, hogy a városáért aggódó porosz király lóhalálában siet Berlin felmentésére. Igaz, hogy addigra a városi tanácsnak állítólag csak 235 ezer talért sikerült összeszednie, de a nagy lelkű és a bekerítéstől tartó Hadik kegyesen elengedte a maradék összeget. Már csak 200 női kesztyűt igényelt még Mária Terézia számára személyes ajándékként, és egy nappal a város elfoglalása után, amilyen gyorsan jöttek, haza is vágtattak a magyar huszárok a foglyaikkal, a hadisarccal, amelynek egy részét Hadik szétosztotta a katonái között, na meg persze a 200 finom berlini kesztyűvel. Az egy nappal később lihegve Berlin felmentésére érkező poroszok nem is a hadisarcot, a foglyokat, meg a kesztyűket sajnálták, hanem azt, hogy ez a Hadik az egész kontinens előtt nevetségessé tette őket Berlin megsarcolásával. Magát a főhőst, aki akkor persze még nem volt olyan idős és pocakos, mint ezen a 73 éves korában készült festményen, a történelem legnagyobb huszárcsínjének a végrehajtásáért a Mária Terézia rend nagykeresztjével és grófi címmel jutalmazták. Annak ellenére, hogy állítólag a rosszindulatú poroszok 24 darab balkezes kesztyűt csomagoltak a királynőnek. De hát ezt valószínűleg csak a berliniek találták ki, hogy utólag valahogyan tompítsák a hatalmas szégyent.